Mindig különleges érzés belépni egy művész alkotóterébe, a műhelybe, ahol a műalkotások elnyerik végső formájukat. Vojnics Erzsébet a Kelenhegyi úton a műterem házban dolgozik. A helyi értéknézőinek a neves festőművész most megmutatja, elmeséli, hogyan születnek a mély, talán nem annyira vidám, de mégis fajsúlyos képek, amelyek hangulata már sok-sok embert magával ragadott. Mi volt az, ami meghatározta önnél Erzsébet, hogy ön festőművészként fogja élni az életét? Ugye minden gyerek imád festeni, és nagyon jókat is tud megcsinálni. Aztán ez általában olyan 10 éves kor körül elmúlik, és akkor már egészen más dolgok érdekli, jön a kamaszkor, amikor ezerféle dolog érdekli, és aztán ki tudja, hol köt ki. Na most hát én az az eset vagyok, akinél nem múlt el. Tehát tényleg nagyon kicsi koromtól kezdve mindig érdekel, de mondjuk tudatosan elhatározva, hogy én most festő leszek, az eszembe nem jutott. Csak egyszerűen imádtam csinálni, és akkor az általános iskola után fölmerült, hogy esetleg a képzőművészeti gimnáziumba jelentkezzek. De hát az olyan elérhetetlen volt számomra, hogy kerülhetnék én oda be, egy teljesen sima műszaki értelmiségi család, semmiféle... Senki nem volt művész? Semmi művészi kapcsolatunk nem volt, senkit nem ismertünk. Akkor gondolom, furán is néztek erre a szülők, hogy... Hát igen, nem nagyon örültek neki, és hát úgy vették, hogy hát mindegy lány, nem baj, hadd csinálja. Csoda folytán bekerültem a gimnáziumba, ahol nem voltam csoda gyerek, tehát nem voltam egy különösebben kiugró a többiek közül. Voltak ott még sokan ilyen csoda gyerekek, aztán van, amelyikből semmi nem lett. És akkor ugye eljött az érettségi, ki hova megy. És akkor hát mindenki azt mondta, hogy a képzőművészeti főiskolára megy. És akkor azt mondtam, hogy hát ha mindenki oda megy, hát akkor én nem megyek oda. Na de akkor hova? És azt tudtam, hogy valahogy mégiscsak ebből a... Ilyen lázadó típusú fiatal volt? Vagy miért? Nem, egy józan. Normál, átláttam, hogy tudom, a 30 fős osztályból 30-at nem fognak fölvenni, tehát akkor semmi értelme. És akkor hát, hogy mégis mit csináljak, mert mindenképpen ebbe az AFT-ba akartam maradni, és akkor kitaláltam nagy nehezen, hogy hát akkor az iparművészeti főiskola. Na jó, de ott milyen szakra? És akkor nagy kínba kitaláltam, hogy jó, hát akkor legyen kerámia szak. És akkor el is mentem, meg kellett tanulnom mintázni fejet, mert ugye az felvételi anyag volt, megtanultam. És szép, el is jutottam az utolsó pontig a beszélgetésig, amikor a Schrammel Imre megkérdezte, hogy na hát akkor most beszéljünk a kerámiáról. Hát mondom, arról ne beszéljünk, mert arról semmit nem tudok. Hát hogyha hogy akar idejönni? Hát mondom, majd itt megtanulom. Hát az úgy nem megy. Na, kidobtak. És mondtam, hogy én nem fellebbezek, én nem akarok ide menni, hanem a képzőművészeti főiskolára. Az alatt, a két év alatt rájöttem, hogy én voltak éppen mégiscsak festeni akarok. Szerintem nagyon hasznos két év volt. Tehát a hajnalban mentem, egy évig dolgoztam a budafoki zomászgyárba, a hajnali 5-kor keltem, fél hétre kellett kiérnem, 3-kor jöttem haza, a villamoson elaludtam, akkor föl a kis rajztábla, indulás rajzolni. Tehát ez nagyon kemény időszak volt. Gondoltam, hogy ha én itt az esti tanfolyamon az első 3-ba vagyok, akkor föl fognak venni. Ha nem, akkor ki tudja, mi lesz. És benne voltam az első 3-ba, úgyhogy fölvettek, és aztán így kerültem be. És nagyon-nagyon keményen dolgoztunk 5 éven keresztül. Tehát később több embert ismertem, akik jártak a főiskolára, hát már ilyen nagyon lazán ment. Linkócik voltak, nem jártak be, nem dolgoztak. Mi, mint az állat úgy dolgoztunk, és szombaton ez is, ez a szombaton is bejártunk, és szóval, hogy tényleg ez volt az életünk, és imádtuk csinálni. Előkerültek most ilyen régi első-másodéves munkáim, hát röhögtem, hogy micsoda hülyeségeket csináltam, de ezeket végig kell járni, meg kell csinálni, és aztán minél többet csinálja az ember, szépen alakul ki menet közben, hogy merre megy, mi az, amit elhagy, mi az, ami felé egyértelműen törekszik, és aztán így valahogy kialakul, hogy
mi lesz belőle. Nagyon köszönöm, hogy elővette azt a képet, amiről ugye kiderült időközben, hogy egy sarokkő az ő munkásságába, tehát a főiskolai évek után ez volt az első kép, amire azt mondta. Illetve még főiskolás évek során ez volt az az első kép, amire azt mondta, hogy ez lesz Vojnics Erzsébet, és ez az én utam. Na akkor persze én ezt még nem tudtam. Uh-huh. Csak utólag. Csak ez volt az a kép, egyrészt utólag láttam meg, másrészt, hogy ez volt az a kép, ami már nem egy főiskolai tanulmány volt. Tehát nem a modell, hanem annyira át lett lényegítve maga az egész kép. Természetesen a műteremben a modellt kellett festeni, és azt festettem, de már nem arról szólt. Tehát ott már tényleg képpé vált a dolog. Tehát nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy elemelkedett, vagy át lett írva az egész dolog. Tehát ezért ezt sose adtam el. Én egy ilyen mániákus vagyok, tehát elindultam egy irányba, és mondjuk ez a kép, ez még egy figurális kép, tehát rajta van a modell. Aztán az évek során a modell szépen eltűnt róla, és lettek ezek a hatalmas üres terek. De ez se döntés kérdése, ez menet közben így alakult ki. Aztán az utóbbi években már ilyen nagyon redukálódott a téma, tehát ilyen lépcsők, medencék, ajtók, nem tudom, tehát ilyen egészen jelzésszerű dolgok, és hát most meg mostanában megint figurákat festek. Köszönjük, hogy itt a szentélyben, ahol ön alkott, itt lehetünk. Igazán megtisztelő. Engem rögtön megragadott ez a fal, ami persze nem műalkotás, csak ugye a képeknek a széle, hogy a festék így lejön. De önmagában ez is egy érdekes, mert ez az alkotás így idézőjelbe gondolom már több évtizede készül. Igen, hát az az igazság, hogy én nem felfeszített vászonra dolgozom, hanem mint látható, folyométerbe veszem a vásznat, ilyen 10 méteres tekercsekben, és abból vágok le, amennyi éppen kell, és ide a falra szögezem föl, és itt festem meg, és miután készen van a kép, akkor csináltatok hozzá egy, nem spéci keretet, de mondjuk úgy találtam ki már nagyon-nagyon régen, hogy nem körbe feszítem a keretre a vásznat, hanem úgy, hogy mindig 2-2 centi kimarad. Tehát maga a vakráma a kerete a képnek, és takerral nyomom rá föl a vásznat, aminek a koncepciója az, hogy ugye a kép az valamilyen módon egy kis illúziót ad. Egy két dimenzióban egy kvázi három dimenziót érzékeltet. És én azért csinálom ezt a takkeres fölfeszítést, hogy ott látszon, hogy ez egy kétdimenziós dolog, ez egy vászon, ez nem... Mert ugye azt úgy szokták mondani, hogy kukucskáló kép, tehát hogy kázi, amikor be van keretezve a kép, és akkor innentől idáig tart, de egy illúziót ad. És én meg ennek akartam ellene dolgozni, hogy ez nem egy kukucskáló, ez tessék látni, hogy ott van ordenári módon takkerral fölfeszítve az a vászon, ami csak két dimenzió. Amikor az ember képet csinál, akkor amikor elindul, akkor valami nagyon homályos elképzelése van, hogy mit akar csinálni. És menet közben hoz mindenféle döntéseket, vagy gyomorból, vagy agyból, mikor, hogy, teljesen változó, és akkor egyszer csak eljut egy pontig, amikor rájön, hogy na, most készen van. Tehát, hogy azok az apró döntések alakulnak ki, de utólag, amikor készen van a kép, akkor fogalmam sincs, hogy miért azt döntöttem, miért úgy döntöttem, miért abba a festékbe nyúltam. Tehát nem akarom misztifikálni, tehát szó se róla. Misztifikáljuk. Nem akarom misztifikálni, de tényleg ezek tudattalan döntések sorozata egy kép csinálása. Hát ösztönnek is hívhatjuk, igen.
De alapvetően az, hogy valaki milyen színeket használ, milyen témákat fest, az teljesen egyéni. Tehát én soha nem festettem, mit tudom én, rettenetesen színes virágcsendéleteket, vagy nem tudom én miket, tehát ez nekem totál idegen. De általában ugye fotókról indítom a festést. Magam is csinálok nagyon sok fényképet, de vázlat szinten használom, tehát vázlatként. De a végső képnek nincs feltétlenül köze ahhoz a fotóhoz, az csak arra való, hogy az üzemi hőfokot elérjem, és hogy előszedegetem a fotó, a gyűjtött fotóimat, és akkor na most, mit tudom én, kiválasztok 4-5-öt, ami éppen aznap valamiért érdekes számomra, és aztán így a kotorászásba előbb-utóbb kiválasztok egyet, amin elindulok, aztán utána már tök mindegy, hogy mi volt a fotón, mert már a kép diktált. Amikor már ön itt áll a falnál, áll vagy ül? Állok. Állok. Miért? Ülve nem lehet dolgozni. Hát először is ugye az ember mozog. Uh-huh. Tehát meg kell nézni. Fölrajzolom, uh-huh. Elmegyek messzire, uh-huh. megnézem tükörből, hogy arányaiban rendben van-e a dolog. És gyakorlatilag alla prima nekiesek és fölfestem, és nem is hagyom addig abba, amíg faltól falig nincs kész a kép. Ez körülbelül úgy reggeltől délutánig megtörténik, és akkor utána jön a piszmogás, hogy másnap az ember milyennek látja, kell-e még hozzányúlni, vagy úgy jó, ahogy van. Ritkán szokott olyan lenni, hogy alla prima jó. Nem használok nagyon intenzív színeket, nagyon kényes színeket használok, ezért festek mindig nappal, mert a nappali fénynél lehet pontosan meghatározni azokat a finom színharmóniákat. Azzal szoktak vádolni sokszor, hogy olyan nyomasztóak, olyan szomorúak, olyan negatívak a képeim. Na most én szerintem nem így van, de kétségtelen, hogy nem ilyen kicsattanó, vidám kis munkák. Félünk az ismeretlentől, ezáltal félünk egy kicsit a haláltól is, és ezek a dolgok olyanok, hogy ettől nem lehet kicsattanó örömmel élni az életet. Most más kérdés, hogy persze ettől imádom a gyerekeimet, nagyon sok örömem és boldogságom van az életben, de alapvetően azt gondolom, hogy a lét kérdései azok nem feldobósak. Én a Szüret utcában nőttem föl, tehát én kicsi koromtól kezdve mindig itt laktam. És ott a család is akkor visszamenőleg? Igen, hát 55-ben költöztek a szüleim Pestről oda a Szüret utcába. Én ott nőttem föl, oda jártam a Köbölkút utcai iskolába, és mióta eszemet tudom. Volt aztán, igen, ez egy nagyon rövid periódus volt, amikor az Üllői úton laktunk 6 évig, és aztán keveredtem ide-vissza. Szóval én mindig újbudai voltam. Erzsébet férje Szűcs Miklós szintén alkotóművész, de ő nem ezen a helyszínen dolgozik. A művészházaspár inspirálja egymást, mindig segítik a másikat az alkotásban, de a két festő nem fér el egy műhelyben. Ez egy jó választás egy festőművésznek, hogy hát abszolút folyamatosan művészközösségben van? Abszolút jó választás, mert szakmailag nagyon közel állunk egymáshoz, egymás kritikusai vagyunk. Tehát soha senki külső ember nem fog úgy megkritizálni egy munkát, mint ahogy mi egymásnak. És ugyanakkor viszont szakmailag értünk hozzá, ő is az enyémhez, én is az övéhez, tehát el tudjuk fogadni a véleményt, hogy tehát nem arról van szó, hogy hát jó, van, most fogalmat sincs róla. Tehát, hogy igazi, komoly partnerei vagyunk egymásnak ebből a szempontból. Tehát ez borzasztó jó. Thank you.
Tudom, hogy hát ugye az ember mindenféle elismeréseket, meg ilyen-olyan-amolyan dicséreteket kap, de azért a legjobban azt szeretem, amikor egy vadidegen vagy félidegen társaságba bekeveredek valahol, vagy valakivel találkozom, és akkor bemutatkozom, és mondom, Vojnić Erzsébet. Vojnić, évek óta imádom a képeit, és akkor azt gondolom, hogy ezért érdemes. Szóval, hogy és sok ilyen visszajelzésem van időnként, és ezeket szeretem a legjobban. Tehát, hogy nem más az a barátok persze szeretik, meg elfogultak, meg nem tudom én, de a vadidegen embereknek a visszajelzése azért az sokat számít, és az jó. És akkor ilyenkor az ember azt gondolja, hogy mégiscsak van értelme ezt csinálni.